Bonyhádi Percelmor Technikum már 1945 óta itt van a városban, viszont két helyben új helyre költöztünk. Most a Jókai utcában egy teljesen megújult iskolaépületben, teljesen modern körülmények között oktatjuk a diákjainkat. A felújítás során nem csak tanműhelyeket és informatikai termeket fejlesztettünk, hanem minden egyes terembe okostábla került, ahogy a mai kor kívánának megfelelően interaktív módon tudjuk a diákokat tanítani. A számítógép termeink a legújabb számítógépekkel vannak felszerelve, ez természetesen nem csak az informatikus tanulóinkat segítik, hanem mindenkit, hiszen például az alapvizsga vagy a szakmai vizsga egy része is interaktív módon zajlik most már. Ezen kívül a műhelyeinket is modern gépekkel szereltük fel, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjuk oktatni diákjainkat. A testvérem is ide járt, és nagyon sok jót hallottam róla, ezért úgy gondoltam, hogy én is megmérettetem itt magam. Nagyon szeretek ide járni a közösség miatt is, úgy érzem, hogy itt mindenki egyenlő félként tekint a másikra, és mindenki egyenlő. Nagyon sok segítséget kapunk a tanárainktól is, nagyon segítőkészek és kedvesek, és nagyon sok barátra tettem szert, ezért is szeretek ide járni. Nagyon szeretem, hogy a szakmai órák nagyon érdekesek, interaktívak, és a tanárok nagyon jól szokták előadni a tananyagot. Szakmai kirándulásokra is szoktunk járni. Két évvel ezelőtt voltunk Budapesten a Pénzmúzeumban, ami nagyon érdekes volt és interaktív. Képzésünkben pedig mind a technikum, mind pedig a szakmaképzés jelen van. Hagyományosan erős a technikumi képzésünkben a közgazdasági vonal, a pénzügyi számviteli ügyintéző, vagy a vállalkozási ügyintéző, az épületgépész technikus, vagy az informatikai technikus képzésünk, illetve a webáruházi kereskedő technikus képzésünk, és szintén a technikumi kínálat palettáján van. Szakmáink közül, ami 3 éves képzésben van, pedig az épületgépészethez kapcsolódóan hűtés, fűtés, szellőztetés szakmai irány, mondhatnánk, hogy ők mondjuk lesznek a klímások, és a fűtés és gázhálózatrendszer szerelők, röviden a fűtésszerelők tanulnak nálunk, valamint az asztalosok, illetve kereskedők, hiszen Bonyhád kisváros, kereskedőváros, nagyon fontos számunkra, hogy mindenhol szakképzett eladók, kereskedők legyenek. A duális képzés keretében mind a szakmás, mind pedig a technikumi tanulóinkat igyekszünk partnereknél, úgynevezett duális partnereknél elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy diákjaink cégeknél vagy ágazati képzőközpontban plusz gyakorlati tudásra tesznek szert, és erre az időre ők már nem ösztöndíjat kapnak, hanem jóval magasabb gyakorlathoz kapcsolódó munkabért kapnak. Nagyon jó képült kapcsolatrendszerünk van a duális partnerekkel, akikkel a diákok munkaszerződést kötnek, és a sikeres szakmai vizsga után sikerdíjat kap nem csak a cég, hanem a tanuló is, ez több 100 000 forint is lehet akár, és a legjobb diákokat természetesen megtartják a duális partnereink, ezek a képzőhelyek, hiszen a jól kiképzett munkaerő kincs itt a kistérségben. Igazság szerint legfőképp a távolság, mert az iskolának a távolsága lakóhelytől volt fontos szerep, ezen kívül pedig Bonyhádon nagyon sok ismerősöm járt ebbe az iskolába, akik ugye ezt tanácsolták, hogy ide jöjjek pont ezen a szakmán, tehát így a kettő az nagyon fontos volt. Ezen kívül pedig, hát igazság szerint nagyon sok szakmát megnéztem, és ugye ez pont hiány szakmának minősül, és ezek alapján ugye a kereset is azért sokkal nagyobb rá.
meg hát a megkeresett pénz is sokkal nagyobb lesz. Úgyhogy igazából ezek voltak a legfőbb okok, miért ezt a szakmát választottam. A bártnál sokkal jobb. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó a közösség magába az iskolába, és hogy a gyakorlati helyet is ilyen jól fogom megválasztani. Ugyanis nagyon sok munkatapasztalatot szereztem így, és ugye ez nagyban a gyakorlati helytől is függött. Szeretem a sok programot, az, amit az iskola szervez, illetve a versenyeket, a tanárokat, az igazgató urat. Nagyon, nagyon kedvesek és segítőkészek, és én nagyon szeretek perceles lenni. Még visszarázódunk a nyári szünetből, és hogy tényleg így összekovácsolódunk még jobban, illetve ugye a 9-esek, akik akkor kezdik el szeptemberbe, ők is így megismerik a hagyományokat, és hogy is zajlik itt az élet nálunk a perccelben. Nagyon sok színes program van, illetve tényleg nagyon, nagyon segítőkészek a tanárok, és mindenben nyújtanak segítséget, bármikor fordulhatunk hozzájuk. Nyílt napunkra szeretettel várunk minden érdeklődő 8-ost, minden érdeklődő szülőt. Október 26-án, csütörtökön 8 órától várjuk a szülőket, és várjuk a reménybeli diákjainkat, ahol nem csak megmutatjuk, hogy néz ki nálunk egy tanóra, akár közismereti tanóra, szakmai tanóra, hanem beszélgetünk olyan volt diákjainkkal, akik sikeresek lettek a saját szakmájukban. Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum minden iskolája bemutatkozik Bonyhádon a Kaszinókertben november 9-én. És végül, de nem utolsó sorban, ajánlom november 20-ai műhelytúránkat, ahol kimondottan a szakmai műhelyeket mutatjuk meg diákjainknak, illetve szüleiknek.